Nem csak szépre szép a búza és az árpa badanyában, hanem a csillogó levelek arra utalnak, hogy egészséges is. A búza drágulása miatt tovább emelkedhet a liszt, és ezzel minden lisztet tartalmazó élelmiszer ára. A kilátások nem jók, mára már 70 ezer forintra drágult egy tonna étkezési búza, miközben az adatás után 50 ezer forintról indult. Azt látjuk már, hogy az előszerződéses kötések, ami az idei évre köttetnek, azok már sokkal magasabb áron köttetnek, mint amit tavaly ősszel eladtuk a terményeinket, vagy a tavaly nyár folyamán. Tavaly nyár folyamán körülbelül egy étkezési búzának az ára az ilyen 5500 és 6000 forint között volt. Most jelen pillanatban a kötési lehetőség már most 6500 forinton van. Én úgy gondolom, hogy ez szezonban még följebb fog menni. Ennek nagyon sok összetevője van. Itt, ha visszatekintünk hosszú távra, 30 évvel ezelőtt a gépáraknak egész más ára volt, most megint más ára van. De ha rövid távon visszatekintünk, akkor tavaly a műtrágyát 5000 forintért tudtuk megvásárolni, az idén meg 8000, és ma hallom, most már lassan 9000 felé közelít. Tehát az input anyagok, vetőmag, gépárak, technológia, minden ebbe az irányba mutat, a világpiacra termelnek a gazdák, a gazdaságaink. Én úgy gondolom, hogy a magyar áru igenis jó áru, keresett áru, a világpiacon is egy keresett áru. Én inkább itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a vásárlóerőnek meg kéne különböztetni a jó helyi terméket és a dömping terméket, mert a nagy üzlethálózatok azokat árulják, a nagy dömping termékeket, és ha a vásárlóink azokat veszik, akkor az ő malmaira hajtjuk a vizet sajnos, mert ő náluk csapódik le akkor a profit, a nyereség, és ő ezáltal még több ilyen dömpingárut tudnak ránk szórni. Én úgy gondolom, hogy a magyar termékben bízzanak a vásárlók, a magyar terméket keressék és vásárolják. A mohácsi malomban naponta 8-10 tonna búzát dolgoznak föl. A szakemberek szerint az áremelés nélkül nem bírná ki az ágazat ezt az évet. Így a januári után áprilisban újabb lisztáremelés következhet. A kenyérben átlagosan 70% a lisztaránya és a költségek mintegy egyharmadát teszik ki az alapanyag. Kovács Emese pécsi pék szerint nagy gondot okoz, ha 10%-nál többet emelkednek az árak. Különböző találgatásokat lehet hallani, hogy milyen mértékű áremelés várható, hiszen nem volt a tavalyi év sem túl jó a gabonatermésben, és azóta is ugye nagyon az időjárás nem kedvez a gabonatermésnek, nagyon kevés volt a csapadék. Elhangzottak már 20-30, akár 40%-os számok is, nem tudom, hogy mi lesz belőle az igazság, azt gondolom, hogy van egy olyan szint, amit már egész egyszerűen nem lehet majd fölvállalni. Én úgy gondolom most első hallásra, látásra, hogy ha egy 10%-os áremelkedés várható a lisztek árában, azt még az ember benyeri, feltéve, hogy a más adalékanyag, hát amit használok, magvakat, olaj, tejtermékek, stb. Árai nem változnak. De hogyha 10%-ot meghaladó mértékű lesz a liszt árának a változása, akkor abból valamennyit muszáj lesz áthárítani ahhoz, hogy életképesek tudjunk maradni. Sági Tibor egy paksi gabonakereskedelemmel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója. Azt mondja, több oka is van a gabona áremelésének. Véleményem szerint ennek két oka van. Az egyik ok, ez egy egyszerű ok, minden válság, minden világválság, vagy akár regionális válság esetében is az emberek olyan dologba szeretik a pénzüket fektetni, ami fogható. Nyersanyagokba, gabonába, fémekbe és egyéb fogható dolgokba a pénzügyi szektorból áthelyezik a pénzeiket, és ugye nyilván ez egy keresletet generál, és ez a kereslet, ez ugye emelni szokta az árakat. Ez egyik fontos összetevője, hogy itt most a válság az a pandémia. Nagyon sok ember bizonytalanságot érez, és ilyenkor jellemzően a piacok fogható árukba menekülnek, oda teszik a pénzüket. A másik nagyon fontos okozója ennek az extrém méretű és hirtelen történt gabona áremelkedésnek, az pedig egyértelműen Kínának a vásárló ereje. Kína a jellemző piacairól, politikai és egyéb más okokból is kénytelen volt továbbállni, és eljött szétnézni a Fekete-tengerre, ugye ahova a magyarországi áruk is nagy százalékban kerülnek, és onnan mennek aztán a végső felhasználási helyeikre, a Közel-Keletre, a Földkő-tengernek a medencébe, ugye ezek a mi konvencionális piacaink, nem Kína, és ezen a piacon
ami azért a világpiac szempontjából nem a legmeghatározóbb, megjelent egy óriási vásárló, aki ugye 1,5 milliárd embert szeretne etetni, jó minőségű búzával, és ez a vásárló itt megjelent, és ennek következményeképpen az árak ilyen mértékben megemelkedtek. A kínai államnak a felvásárolni kívánt mennyiségét nem ismerjük, de jelen pillanatban magyar nagyon magasan tartja az árakat. Ami még ehhez hozzájárul, hogy a búza ilyen mértékben megemelkedett, és ez persze ugye nyilván a lisztnek az emelkedését is ez okozta, az, hogy az oroszok, akik ugye néhány évvel ezelőtt még importőrök voltak, most már exportőrként jelentkeznek a világpiacon, ott pedig az orosz állam egy exportbüntető vámmal próbálta a gabona mennyiségeket az országban tartani, szintén a pandémiára hivatkozva, gyakorlatilag 20 dollárral büntetett minden egyes tonna búza exportot, tehát ez még nagyobb hiányt generált a Fekete-tengeren és a Földközi tenger medencében, hiszen az orosz áru csak büntetések árán kerültett erre a piacra. A búza ár jellemzően minden nyersanyag ár, de ez nem csak az élelmiszeriparban igaz, hanem bárhol, hogyha az alapanyag ár emelkedik, tegyük föl 20-30%-kal, akkor a feldolgozott termékek jellemzően egy picivel ennél nagyobb, azaz 30-40% is képesek emelkedni, hiszen ugye minden feldolgozott termékben még van elég sok hozzáadott érték, tehát ezek ugye emelik az árakat, és röviden összefoglalva ez a sajátos piaci helyzet, a világpiaci helyzet Magyarországra történő begyűrűzése okozta ezt a nyersanyag, majd abból következő feldolgozott termék árrobbanást.